Amikor ma felkeltem, ez a reggel egy csendes tavaszi napnak indult. Már vannak rügyek, s néha virágok is, tehát éledezik a természet. Sejthető volt, hogy valami történni fog, de azért azt nem gondoltam volna, hogy ma hajnalra jön a hír. Sziasztok, Szúdi Péter vagyok. Ez a csatorna a fotográfia világában tevékenykedik, immár 2017 óta. Főbb tartalmaink hírek, tesztek, tippek. Nézzük a mai legfontosabb hírt, vagyis a Nikon vállalat új csúcsragadozóját, a Z9-est. A Nikon órákkal ezelőtt adta ki a sajtóközleményét, miszerint még idén a boltokban a zászlós hajó, a tükör nélküli cserélhető objektíves, full frame-es, azaz 24x36mm méretű szenzorral ellátott kamerája, ami nem meglepő módon a Z9 nevet kapta. A hírből kiderül, hogy a vásárlással még várni kell néhány hónapot, ugyanis fejlesztés alatt van a fényképezőgép, de a japán vállalat meg is mutatta a vázat, íme. Ezen kívül még néhány adat is napvilágot látott, melyek a következők. Új szenzor, új processzor és 8K videórögzítés. Valljuk be, ezek azért már nem meglepő dolgok. Az inkább meglepne, ha megfizethető ára lenne az új gépnek, én lelki szemeimmel valahol a D6-ára körül látom majd az árcédulát. A Nikon fenntartja az itt közölt hivatalos fotón szereplő Miltz változtatási jogát, de szerintem nyugodtan barátkozzunk meg ezzel a tetszetős, markolattal egybeöntött profi vázformával. Nektek mi a véleményetek? Nekem nagyon tetszik az új szörnyeteg. Azt továbbra is fenntartom, hogy bár 17 évig Nikont használtam, és Magyarországon kevés nálam nagyobb Nikon és Nikkor rajongó lehet, a cég még mindig óriási lemaradásban van a véleményem szerint elhibázott DSLR, Miltz migrációs stratégiája miatt. Mindegy, azért drukkolok. Addig is még egy Sony hír így a végére. Pontosabban Sigma, ugyanis a japán optikai óriás végre elkészítette e-bajonetre is a 2.8-as alapzoomját, ami nem más, mint ez a szépség. Mivel a Sony saját márkás 2.8-asai jószerivel megfizethetetlenek, ezért ennek a zoomnak a közvetlen konkurensa a Tamron 28-75 mm, ami kicsit nehezebb és nagyobb, de nagyjából ugyanazt tudja, vélelmezem, hogy minőségileg hasonló jóra számíthatunk, bármelyiket is választjuk. A kasszánál amúgy ennyit kell lecsipognunk, tehát hasonló árat kell fizetnünk, mint a jóval régebben és azóta slágerré vált Tamronért. Köszönöm, hogy itt voltatok, Isten tartsa meg jó szokásotokat. Találkozunk a következő vidiben, szevasztok!